Hancsicsák Mihály gitáros előadásával nyitották meg Bugyi István József grafikus művész kiállítását Egerben. Az Aspektusok című metszetrajzokból álló tárlat középpontjában a hétköznapi élet és a globális kérdések állnak, de a jászfényszarun alkotó fiatal művész illusztrációi között szép irodalmi indítatásúak is vannak. Rengeteget rajzolok, illetve metszeteket készítek, tehát a kettő ugye összefüggésben van, mert a linó metszetnél is, az a legkedveltebb technikám, ott is mindennek az alapja ugye a rajz, a tintával való munka, a torrajz, az ecsetrajz nagyon közel áll hozzám, ezeket művelem nap, mint nap, kicsiben, nagyban, mindenféle anyagon szeretek dolgozni. Teleki Klára, a kiállítás szervezője, a művész kiemelkedő tehetségét méltatta a megnyitón. Próbálok sokféle művészeti ágat, stílust bemutatni. Előzőleg festmények voltak, hiperrealista festőket mutattunk be. Most gondoltam, hogy színesítjük a grafikákkal. Ő amúgy egy nagyon tehetséges grafikus művész. A Herceg István Egri grafikus művész tanítványa is volt. Hozzátette, ezentúl a tárlatokat az Egri Bevásárlóközpont új galériájában rendezik meg. A mostani kiállítás június 6-áig látható.